Szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőket. Lévainé Kovács Rózsa vagyok, a Kalcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, helyettese. A mai napon tartjuk a Kovács Tehetségpont tehetségnapját, amit a járványügyi helyzet miatt tavaszról most arra választottuk. Sajnos most sem sokkal jobb a helyzet, ezért nézők nélkül kell ezt az eredetileg interaktívnak tervezett programot megvalósítanunk. A gyerekek most bemutatják azokat a kísérleteket, amiket szántunk a közös kísérletezéshez. Azt javaslom, hogy otthon majd mindenki próbálja ki ezeket a kísérleteket, és lejje örömét a kísérletezésben. Bízom abban, hogy a következő tanévben már lesz lehetőségünk személyes találkozásra, és ezeket a kísérleteket újra kipróbálhatjuk közösen, és megbeszélhetjük a tapasztalatokat, a magyarázatokat. Köszönöm szépen az érdeklődést! A kísérletemhez kell egy teafilter, amiből ki kell önteni a teafüvet, és le kell vágni a végét. Kell egy papírpénz és gyufa. Tiszteltetek, mi fog történni, hogyha te a filtert a pénzzel rakom, és meggyújtom a te a filtert? Elgyújtod a pénz. Hát akkor most megtudjuk, hogy mi lesz. Wow! Még az lenne ebben a kísérlettel kapcsolatos, hogy csak szülői felügyelettel lehet megcsinálni. Ennyit volna a kísérletem, köszönöm szépen! Marika vagyok, és a kísérletemhez kell ételszínezék, kétféle, három darab pohár és egy kicsi víz, meg szalvéta. A szalvétákat belerakom a két pohárba. És hogy szerintetek el tudjuk el, vagy össze tudjuk-e keverni a két szín. Igen. Én azt javaslom, hogy ezt most itt függesszük fel, és majd egy kicsit később újra ránézünk. Jó?
Dominik vagyok, és egy olyan kísérletet fogok bemutatni, hogy kilőjük a krumplit. Kell hozzá krumpli, egy cső, egy műanyag cső és egy fakanál. És ezt egy kicsit benyomjuk, és egy határozott mozdulattal benyomjuk az egész fogalmat, és ki fogja előni a krumplit. Ez a kísérletet úgy hívják, hogy krumplipuska, és nyugodtan ott is így próbálhatjátok. Itt vagyok, és a kísérletem. Ezért szükséges egy magyaró és egy boros üveg. Otthon nyugodtan ki lehet próbálni. Szerintetek miért történt ez? És otthon ki lehet próbálni? Az én kísérletem lesz kerek, boros üveg, meg pénz. Szerintetek hogy lehet kihúzni a pénzt, hogyha nem érek hozzá az üveghez? És ezt ki lehet otthon próbálni. Sziasztok, én Bence vagyok, és az én kísérletemnek a neve a lufi varrás. Ehhez kell egy félig felfújt lufi és egy kihegyezett hurkapálcika. Ha beleszúrom a lufiba a hurkapálcát, akkor mi fog történni? Kidurran. Akkor a lufi.
azt mondtam, hogy egy olyan kísérletet, amihez kelleni fog egy szívószál és egy pipmagabbal. Ezt otthon is kipróbálhatjátok, mivel ez nem veszélyes. Szerintetek hogy lehet egyensúlyban lebegtetni ezt a labdát? Most megmutatom nektek. Ügyes vagy, végezzel. Így lehetett lebegtetni a labdát, ezt még egyszer mondom, ki is próbálhatjátok otthon is. Kedves szülők és gyerekek! Az első kísérletnek a címe a liftező bors. Kell hozzá egy szénsavas víz és egy kis színes bors. Kinyitjuk a kupakot. Beleöntjük a borsot. És rácsavarjuk. Nézzük, mit látunk. Ahogy mi történt? Miért mennek le a borsok? Ennek a magyarázata, amikor lesüllyednek a borszemek, oxigén molekulák tapadnak rá, és ezek a oxigén molekulák felviszik a borszemeket a palack víz felszínére. De amikor a víz felszínére érkezik a palack, akkor kipukadnak ezek az oxigén molekulák, és újra lesüllyednek a borszemek. És ez így van mindig, vagyis újra. Legközelebb, a következő kísérletben találkozunk. Gyerekek, egy újabb kísérlettel rendelkeztem. Ehhez a kísérlethez szükségem lesz egy lufira és egy szilikon gumira. Fogom a lufit, felfújom és megkötöm. Fogom a lufit, de megdörzsöm olyan kb. 20 másodpercig. Várok. Közben számolok 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hogy nem maradt a lufi a plafonon. Amikor a hajamhoz dörzsöltem a lufi, elektromosan töltődött fel, így vonza a semleges falat, és ezért maradt a lufi a plafonon. A legközelebbi kísérletben találkozunk. Sziasztok!